Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az ő következő lépése, ez most a jóslás, és először megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét, amire itt ez a kártya utal. Nála most nem történik semmi, legalábbis ő így látja a dolgokat. De az is lehet, hogy nagyon kényelmes, és nem akar döntéseket hozni. De hogyan tovább, mi befolyásolja őt, mi az, ami történik, de ő ezt még nem látja, erre utal most ez a kártya. Itt a gólyák szimbolizálják a változásokat. Gyakran költözködést idéz elő. Ezt ő még nem akarja látni, hiszen itt ez a kép arra utal, hogy itt nincsenek változások. Ő most nem akarja ezeket a változásokat. Amennyiben ő még egy párkapcsolatban él, akkor a gólyák azt is jelenthetik, hogy ez a hölgy egy kisbabát szeretne tőle, de ő elfordul ettől. És ha nincs párkapcsolata, akkor a gólyák jelentik a változásokat, talán a későbbiek folyamán, hiszen ő nem figyel oda erre. És milyen lépéseket tesz, mi változik kettőtök között, erre utal a sors kerék. Akár akarja, akár nem, itt lesznek változások. Nem csak a gólyák jelentik ezt, hanem ez a sorskerék, hiszen egy másik irányba fog fordulni, a te irányodba fog fordulni. Hogy hat ez rád? Erre utalnak most itt a kártyák. Akkor is, ha ő most így visszahúzódó, akkor is, ha hátat fordít neked, mégis átnyújt valamit. Mégpedig ezt az arany kelyhet, és az jelenti a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Akkor is, ha ezt ő nem nyitottan mutatja ki, mégis ott van a kezében. És érezni fogod azt, hogy ő közeledik, és hogy ő szeret téged. Itt a képen látható, hogy elérkezik hozzád, te ezt megkapod tőle, újra a víz eleméről van szó, tehát érzelmekről. És ez a királynő itt téged szimbolizál. Itt látható, hogy állapotos, természetesen jelentheti a kisbaba születését is, de ennek szimbolikus jelentése van, itt lesz egy új kezdet, egy újjászületés, itt lesznek a megújulások. Valami örömteli vár rád, hiszen így ugrasz felfele, kezedbe veszed a dolgokat, irányítod az eseményeket. Itt láthatóak az arany érmék, azért mutatom a kamerában, mert olyan fényes és nem jól látható a kép, holott nagyon-nagyon szépnek tartom ezeket a kártyákat. Tehát itt arról van szó, hogy rendezzed az anyagiakat. Ez lehet egy munkahelyi változás, vagy hogy valami változik a munkahelyen, és megkapod az elismerést. Itt a képen látható, hogy ő hátat fordít újra neked. Lehet, hogy úgy gondolja, hogy sokat dolgozol, és kevés időt szánsz rá, emiatt megsértődik, elfordul tőled, itt látható, hogy nálad megvannak a könnyek, lesz egy olyan húzavona,
de ezt ő tudatosan teszi így. Ne légy szomorú, mert úgyis visszatér hozzád, kicsit játszadozik veled, és itt látható, hogy ez gyümölcsöt hoz, ez a kapcsolat. Itt meg lesz megint a közeledés, hiszen ez a hölgy is állapotos, ami, mint mondtam, jelentheti azt is, hogy itt lesz egy kisbaba születése, vagy azt jelenti szimbolikusan, hogy lesz egy új kezdet, lesz egy újjászületés, ez gyümölcsöt hoz. Akkor is, ha így most elfordul, hátat fordít, mégis úgy látható a kivetésnél, hogy itt megvannak az érzelmek, visszatér hozzád, értékes vagy számára, és mindez gyümölcsözni fog. Légy kicsit türelmes, és hajt, hogy az események úgy alakuljanak, ahogy a sors könyvében ez meg van írva. Hiszen ez a sors kerék most kihat rád, kihat rá, kihat mindkettőtökre. És én kívánok egy szép napot, szeretettel, Dendera!